Sziasztok, The Simsologist vagyok, és ez itt a Vampires Gameplay legújabb része. Az előzőekben ott hagytuk abba, hogy Tysonnak születésnapja volt jó sokszor, ugyanis most már fiatal felnőtté vált, és módosítottam őt a Create a Sim módban a szekrény segítségével, és azt vettük észre, hogy Tysonnak óriási a popsia, ami nem túl jó, úgyhogy mindenki megkönnyebbülésére ezt módosítottam, és Tyson sokkal jobban néz ki most, hiszen egy vámpír nem lehet punyat, ő az éjszaka vadásza, neki futnia kell sokat, és hajkurázni az embereket, úgyhogy úgy gondoltam, hogy fontos, hogy Tyson fit legyen, és egyébként most nagyon mérges, nem tudom, hogy miért. Ó, veszekednek az anyjával, az nem túl jó. Ti miért veszekedtek? Hello! Ugye, tudod, hogy ő az anyukád, és tök jobban kéne lennetek. Na mindegy. Ó, cuki vagy, nem érdekelsz. Nézzük, mi van Raúl-a. Most pont nem látjátok, hogy egyébként... Tök jó, most mindenki mérges. Szóval nem látjátok egyébként, hogy kisebb lett a popsia, de higgyétek el nekem. Tyson, állj csak fel, mutasd magad. Igen, az ott a te bölcsöd. Ú, nagyon-nagyon mérges volt. Jó, most az elmúlt, és remélem, hogy így is marad. Ja, szóval pici popsi lett, ami sokkal jobb, de egyébként azt akartam, hogy izmos legyen a lába, szóval ezt meghagytam nagynak, és egy kicsit feljebb emeltem a cicijét, hogy ne lógjon úgy, mint egy 80 éves vénasszonynak. Hát izmokat nem tudtam rárakni, azt azért meg kéne dolgoznia, úgyhogy lehet, hogy majd edzünk egy kicsit, de kevésbé lóg a hasa és egyebek. Ti meg mit veszekedtek? Ez egy förtelmes család. Itt most komolyan mindenki veszekszik. Jaj. Na jó. Raúl miért van elszédülve? Egyébként... Ja nem, ő most focused, ami tök jó, mert annak is kell lennie. Mikor fog dolgozni? 8 óra múlva, és úgy emlékszem, azt beszéltük meg, hogy vissza fogom küldeni őt jogázni, és basszus, melyik volt az a jogafajta, amit csináltunk, remélem, hogy nem fogom elrontani. Lehet, hogy nem ismerem megkockáztatni. Remélhetőleg Raúlt előléptetik a közeljövőben, vagyis még ebben a részben, és akkor igazából ez lesz az utolsó része a Vampires gameplaynek, ami tök izgalmas, mert ez azt jelenti, hogy amint megjön az új gépem, amire egy kicsit várni kell jelenleg, ma tudtam meg, hogy nincs a nagykerbe az a videókártya, amit én szeretnék. Szóval ki tudja, hogy meddig fog tartani a dolog. Na mindegy, amíg nem lesz új gépem, addig azonban nem lesz új nagy gameplay. Előfordulhat, hogy előállok valami kicsivel, vagy valamilyen kis extrább új gameplay találok ki, vagy videót. Tehát, hogy valami kis hagyománnyal ütközőt. De addig nem kezdünk bele egy újabb nagy gameplaybe, mert megvárom az új gépemet, és akkor valami kecendoxosat fogunk csinálni, mert már nagyon-nagyon szeretnék játszani az állatokkal. Viszont ez a kis monológom azt jelentette, hogy nem igazán foglalkoztam itt az emberekkel, és úgy gondolom, hogy Tyson szobáját mégis megőrzöm abban az állapotában, amiben volt. Ugyanis majd egyszer, bár már nem ebben a gameplayben, és nem valószínű, hogy mostanában, de neki is lesznek. Te, Hazel, te most panaszkodsz a Berkulának, de cuki vagy. Ó, és egyébként valaki pont most töltötte le ezt a házat, szóval minő véletlen. Tehát majd Tysonnak is lesznek gyerekei valószínűleg a jövőben, bár már sosem fogjuk megtudni. És addig lehet ez itt az ő szobája, hiszen ebben is van fürdő, WC, gardrób, minden, amire szüksége van, úgyhogy azt meghagyjuk így egy jövendőbeli gyereknek. Nagyon sokan szerettétek volna, hogy legyen még egy gyerek, de én úgy gondolom, hogy most már erre nem lesz szükség. És körülnézek, hogy ki hogy van. Egyébként itt ez a kis lila nagyon úgy néz ki, mint mikor szédült. Úgyhogy én továbbra is össze fogom ezt keverni. Na, mikor mész dolgozni? Egyébként az Raúl is rosszban van Tysonnal, meg Hazel is, ami nagyon-nagyon nem jó. Bár végül is ők nevelték, szóval... Igen, ők szívják meg. Ők isszák meg a levét annak, amit csináltak. Mert hát...
Ja, jobban kellett volna felnevelni ezt a gyereket. Egyébként jól tönkretettük az életét azzal, hogy ilyen kis nyomorult lett, idézőjelben, hogy ennyi rossz tulajdonsága van. De nagyon örülök neki, hogy sikerült, mert ezzel egy kis kihívást vittünk be egy sima gameplayben, mi történt a Romance Festival a házban van. No, nem a házban, hanem a városban. Hiszen neki a baj az a szerencsétlene. Hiszen lassan szomjas lesz, és remélhetőleg be is sötétedik addigra, és ezek a finom kaják, akik itt lófrálnak az utcán, nem is tűnnek el addig. Egyébként fogalmam sincs, hogy mennyi az idő, de lehet, hogy ez a rész majd egy kicsit hosszabb lesz, mint a többi, mert mindenképp beszeretném fejezni a gameplayt annyival, hogy Raoult előléptetik, ezért mindenképpen legalább egy munkanapját végig fogom várni, és majd meglátom, hogy hogyan haladt az alatt. Nem nagyon érzek rá esélyt, hogy egyébként egy darab munkanap alatt előléptetik, mert általában ez nem így működik. Azt hiszem, ez volt az. Aztán kiderül, és lehet, hogy most ezzel elront... Hazel, tűnés. Menj, hibernáld magad. Most Raúlra kell koncentrálnunk. Mert ő az egyetlen, aki visszamaradt. És már csak az ő vágyait kell teljesítenünk, ami azért is érdekes, hiszen az egész gameplayt Raúllal kezdtük el, egyedül ő volt a háztartásunkban, és úgy szedtük össze Hazelt a későbbiek folyamán, illetve hát nyilvánvalóan Tyson is sokkal később született meg, de már Tysonnal és Hazellel mindent teljesítettünk, amit célul tűztem ki, úgyhogy ez így kicsit szégyen teljes Raúl, úgyhogy szedjük össze magunkat, és sikerüljön befejezni ezt a cuccost, mielőtt menned kell dolgozni. Kérlek, Raúl, kérlek, csináld meg. Csinálj, csinálj, csinálj. És ne legyél már mérges állandóan. Tök kiakasztanak ezek a férfiak. Mint az olaszok. És egyébként Hazelnek kinek, vagy hát Hazelnek kivel csökken ott a kapcsolati mutatója, miközben le van hibernálva. Mindegy, most már alszik, úgyhogy remélhetőleg ez a vége a rutinjának, és el is ment dolgozni. Azt mondjuk neki, hogy keményen dolgozzon, és remélhetőleg ez segíteni fog valamit rajtunk. A többieket azt most így hagyom nyugiban, mert nagyon fogom szugerálni ezt a kis mutatót itt, hogy haladjon, menjen a lehető legmagasabbra. Nagyon izgulok, skacok, remélem ti is. Egyébként Hazel nyugodtan felkelhet és eltakaríthat, mert nem kell itt már semmi, és Raúlnak nem gondoskodtunk a szükségleteiről, és szomjas lesz. Ja, te nem Raúl vagy. Hó, basszus, úgy megijedtem. Na jó, akkor a többiek vadásznak. És ez még mindig nem Raúlnak szólt, ez a kis jutalom zene, pedig egy pillanatra azt hittem, hogy kész, végeztünk is, és vége lesz ennek a gameplaynek, de azért úgy látom, ettől még messze vagyunk. Mennyit fog dolgozni? Hajnali 3-ig, ami nincsen olyan messze, úgyhogy kicsit szomorú vagyok, hogy ilyen lassan vánszorok fel ez a mutató. Keressünk Tysonnak valami ennivalót. Te néni, te ugye nem vagy vámpír, mondd, hogy nem vagy vámpír. Ez az nem vámpír, szóval gyorsan megcsapoljuk. És Hazelnek is keresünk valakit, valaki mást. Ezért rossz, hogy egy nagy vámpír családunk van, mert hogyha egy darab vámpírral élnék itt, akkor itt-ott csúrana cseppenne egy-egy ember, de három vámpírt etetni az azért elég komoly dolog, és itt egy csomó minden, amit össze tudnék gyűjteni. Ó, itt a Dagi bácsi! Ezek a dagi szímek vannak mindenhol. Szegények, biztos ők is felnőttek egy vézna kisgyerekből, aztán kiderült, hogy amúgy dakik, mint például Tysonnál. Na jó, mehettek, skacok, intézzétek a dolgaitokat, és remélem, hogy sikerülni fog, mert ó, de cuki el akart takarítani, pedig ez nem valhatna rá, hiszen ő
egy rendetlen szín. És most úgy leült oda. Vadásznia kéne, de kit érdekel? Azt mondja, inkább szomjan halok, csak ne kelljen ebbe a családba élnem. Hát, Tyson nem érzem át a helyzetedet, menj is egyél. Hazel sikerrel járt, teljesen lecsapolta azt az emberkét, ami király. Na nézzük Tysonnak, hogy megy. Remélem sikerül neki, mert morcos leszek, hogyha... Hogyha új embert kell keresnem, neki is sikerült, közben elolvastam, amit itt írtak, és Hazel nagyon-nagyon finomnak találta a mai vacsoráját, úgyhogy ennek kifejezetten örülök. Nem tudom, hogy ez mitől függ egyébként, szóval, hogy mitől lesz ízletes egy szín, főleg, hogy ebből a bácsiból már ittunk, és nem rémlik, hogy tőle kaptunk volna már ilyen hangulatjelzőt valaha, de hát ki tudja. Fürdessük meg Hazelt, és Tyson úgy döntött, hogy leül magával sakkozni, ami egy kicsit sem Forever Alone tulajdonság. Na, de se baj. Hú, mennyi negatív tulajdonsága van. Te jó Isten. Jó. Nem tudom, hogy vele mit kéne egyébként kezdenünk, vagy... Ó, elmond magának egy sztorit. Ez sem fura amúgy. Tök normális. Mindenki csinál ilyesmit. Ja, nem. Na, hogy állunk Raullal? Igen, mostanában mindig keverem őket fejben, ezért miután kimondom a nevüket, egy pillanatra elgondolkozom, hogy jól mondtam-e. Na, menj föl, te mutató, menj föl, mert csak 2 órája van dolgozni, de ugye keményen dolgozol? Igen, akkor nem igazán értem, hogy mi folyik itt. És félő, hogy 4, azaz 4 darab színnapot kell várnunk arra, hogy Raoult előléptessék. Nem tetszik az ötlet, úgyhogy valamit tennünk kell. Egyébként a jóga nagyon király. Ilyen sokáig tart a hatása. Imádom. Egyébként nem igazán szoktam használni a Sims-ben ezeket a spádés dolgokat, inkább a bútorok miatt vettem meg. Nem nagyon viszem spába a szimjeimet, mert olyan céltalan időtöltésnek tűnik, és ráadásul töltőképernyők tömkelegén kell áthaladnom, mire eljutok egy spába velük. Hát nem léptették elő szegény Raoult, viszont keresett egy valak pénzt, ami király, úgysem fogjuk elkölteni, de sürgősen keresnünk kell egy ízletes szimet, de úgy látom, hogy csak Tyson magányoskodik itt a parkban. Mindegy, legalább fejleszti a jártasságait, az sem hátrány. Ott van valaki. Kapjuk el. Te néni, gyere ide, finom vagy. El se hiszem, hogy úgy van felöltözve, hogy a cipője illik a felsőjéhez, kacok. Ilyet még nem láttam. A gép öltöztette és normálisan néz ki, ez azért ritkaság számba megy. De most nézzetek rá. Nem látok kivetni valót. Ezen az összeállításon. Nem kopasz, nincs bohóc haja, nincs bohóc cipője, nem lilát hord, nem is tudom, világos zölddel meg sárgával, hanem jól néz ki. Nem egy trapézgatyát hord egy bőinggel, vagy valami borzalmas összeállításban például. Hát ez sem a legszebb, szóval ez az arany nadrág fehérrel és lila pulcsival, hát Sims, szedd össze magad, vámpír, zöld nyaklánccal. Nem is értem ezeket. Na mindegy. Raul egy kicsit stresszel, viszont gonoszkodnunk kéne, és egyébként tök jó dráma lenne, és tök jó sztoriszál, hogyha összeverekedne a fiával. Amúgy is rosszul vannak, vagy hát rosszban vannak. Ó, a macskásházamat is letöltötték. Egyébként most kizsebeljük a saját fiunkat, ami elég fura, mert ugyanaz a kassza, kíváncsi vagyok, hogy egyébként nőni fog-e. Itt ez a mutató. Ó, sikerült kirabolnunk, de nem hinném, hogy nőtt a pénzünk összege, de bevallom őszintén lemaradta. Úgyhogy... Se baj.
gonoszkodjunk egy kicsit. Csak addig, amíg az felmegy. Kicsit kritizáljuk a vámpír jártasságait, mert hát végül is ő még egy kis kezdő vámpír, szóval úgymond jogosan kritizálnánk őt, meg mint apja a legtöbbet szeretnénk kihozni belőle. De azért én nem feltétlen így nevelném a gyerekemet, mert látjuk, mi sült ki belőle. Kicsit kritizáljuk az öltözékét, ami egyébként nem fair, mert én csináltam, szóval igazából most magamat kritizálom, ami nem túl jó. Lassan remélhetőleg betelik ez. Na nézzük, mi történik. Skacok, kicsit húzzatok bele, és próbáljatok gyorsabban dülőre jutni. Hisz ő tök jól van. Ő a tökéletes szím jelenleg, nem kell vele csinálni semmit. És Tyson nagyon-nagyon mérges, és egyébként remélem, hogy nem fog belehalni a dühébe, mert az nem lenne túl jó. Most már Raúl is nagyon dühös lenne, hogyha nem lenne itt ez a sok sikerélmény számára. Enraged. Ú, basszus, hogyha meghal dühében, akkor mi lesz? A vámpirok meghalhatnak a mérgükben? Úristen! Meg fognak égni! Meg fognak égni! Menjetek haza, menjetek haza! Ne! Skacok, futás haza! Futás haza! Mindenki! Nem érdekel, menj haza! Olyan sokáig verekedtek, illetve veszekedtek itt, hogy előjött a napocska. Hopi! Nem akarok fényképezni. Jó. Na most Raúl-al kell elindítanunk a dühös dolgokat. De ne menj ki! Mit csinálsz? Mit csinálsz? Mi történt? Mit csinálsz? Jó, itt verekedtek kint. Mind a ketten halálra égtek, jó nektek. Jó hülyék vagytok. Ecsém. Ha valamelyikötök meghal, én nagyon mérges leszek. Úristen, úristen. Raúl. Remélem nyertél legalább. Oké, úgy tűnik, hogy igen. Egyébként nagyon rossz ment, mindig azt hiszem, hogy véres a lába, és igazából az a nadrágja. És sajnos, ja nem sajnos, mert Raúl nyert, szóval ez tök király. Mindenki alhat egy kicsit. No win scenario. Mondjuk elég menő lett volna, hogyha meghalt volna mérgében, mert még egyetlen szímem sem halt meg mérgében, szóval király lett volna. Na de se baj. Raúl majdnem meghalt mondjuk a napsugárzástól. Ami nem lett volna szerencsés, mert semmiképp nem akartam volna, hogy ő meghaljon, és egyébként ő tök jól verekedik most Berkulával, mert az apját nem tudta megvenni, szóval akkor bántsuk a gyengébet. Igen, ez egy tökéletes hozzáállás, Tyson. Hol tartottam? Nem tudom. Ja, azon kezdtem el filozofálni, hogy vajon a vámpírok meghalhatnak-e dühükbe, hogyha van valaki, aki most nézi ezt a videót, és neki halt meg vámpírja a dühében, akkor szóljon. Ó, Hazel, tönkretetted a kádat. Ez nem jó. Ráküldjük Tysont, hogy megjavítsa. Kicsit olyan, mint egy házi rabszolga szegény. Ennél nagyobb tiszteletnek kéne örvendenie, de hát nagyon rossz nevelést kapott, úgyhogy tutira azt hiszik a szülei, hogy valamit akar. Ha már itt neki elszerelni. Ó, még egy házamat letöltötték, tök szupi. Egyébként azon gondolkozom, hogy vajon Tysonnak el kéne költöznie itthonról. Őszintén szólva nem akarom, hogy elköltözzem, mert hatalmas ez a ház, van egy csomó szoba, elférnek. És király lenne ez a ház, mint egy vámpírt anya, és így legyűjteni egy csomó vámpírt. Meg valahogy úgy képzelem, hogy a vámpírok alapból tipikusan ilyenek, hogy
hogy mondjam, fajka állatok. Állatok idézőjelben, mert nyilván nem azok, de hogy így falkában élnek, és sokan vannak, és együtt vadásznak, meg mit tudom én, vagy pedig teljesen egyedül, de úgy nem hinném, hogy elküldenék a gyereküket otthonról. Bár ez biztosan speciális eset, mert nagyon-nagyon rosszban vannak, ami nem jó. Egyébként az is lehet, hogy Raúl most egészen a következő munkanapjáig aludni fog. Ó, flea market is in town! Az tök jó, imádom a flea marketet. Mit akarsz csinálni, Chadwick Hazel? Jó, beszélgessetek Hazel-el, de rendesen, szóval valami kedveset mondj az anyukádnak, jó? Valami szépet. Mondjuk nem tudod megdicsérni a ruháját, vagy azt, hogy milyen cuki. Van egy csomó új interakció, mivel rossz szokásai vannak, ezért tehet egy megjegyzést a megjelenésére. Egyébként a barátságosnál van, szóval. És mi az a bűzott? Hazel ugye nem pukisztál. Remélem nem te voltál. Na. Próbáljunk egy kicsit kedvesek lenni vele. Mi adunk családi tippeket, tanácsokat az anyukánknak, ami elég furán hangzik, de biztosan reformokat akar Tyson, hiszen nem igazán felelt meg számára ez a neveltetés, és meg is értem. Ó, elég jóban lettünk, ami király, de egyébként, hogyha emlékeztek, amikor pici volt Tyson, akkor ez a mutató azért jóval magasabban volt. Próbáljuk egy kicsit megismerni anyukánkat, csak vele legyünk jóban. Egyébként a Raullal nem igazán akarom kibékíteni, szóval úgy képzelem ezt a családot, ahol a férfiak így azért őrre mennek, hogy ki a falka vezér. Szóval nem hinném, hogy Raúl hajlandó lenne kompromisszumokat kötni, főleg, hogy Tyson nagyon hasonlít rá, és hát gonosz, és undok, és minden negatív tulajdonsággal rendelkezik, ami csak kellhet. Nem akarunk csatlakozni egyik klubban sem. Viszont ők most így tök jól kibékültek, ami király, és úgy gondolom, hogy Tysont is elküldhetem fürdeni. Miután felmosott, mert cuki, és rendet tesz a szülei fürdőszopájában. Egyébként milyen aranyosak, megtartották a kis bölcsőjét, egyébként ez egy tök szép bölcső. És nyilvánvalóan én tartottam meg, de úgy képzelem, hogy Hazel ragaszkodott hozzá, hogy megtartsák, és Raúl ki akarta dobni, és ebből óriási balhé keveredett. És egyébként azt akarom, hogy Tyson visszavegye a rendes ruháit, mert a sötét alakja nem olyan jó, mint a sima. Ó, együtt mosnak föl, hát nem aranyosak, megzabálom őket. Egyébként ez határozottan nem működne úgy. Na, de se baj. Mondjuk azt, hogy elrejtjük a sötét formáját. Egyébként ez mi? Jó. Semmi értelmes, de egyébként tök vicces. Na. Mi van még itt? Ó, tényleg barátok lettek, és miért vagy ennyire rosszul? Mert féltékeny. Aranyhézenem. Szokj hozzá, ezek a vámpírok betörhetetlenek. És egyébként még mehetsz te is aludni egy kicsit. Jaj, játék, ne fagyd le, ne fagyd le. Ó, és elfelejtettem megnézni, mennyi az idő, mikor meg akartam nézni, hogy mennyi az idő. Úgyhogy most fogalmam sincs, hogy mikor kezdtem el ezt a felvételt. Na. Most megnéztem, mennyi az idő, de nem emlékszem rá, szóval mindegy. Igazából Tyson-ra is ráférne egy kiadós alvás, de sajnos ezek most foglaltak, viszont ők
Ő elvileg alhatályban, szóval az jó lesz úgy is. Főleg, hogy most nappal van, úgyhogy amúgy sem nagyon tudnék velük mit csinálni, úgyhogy ezt gyorsan átpörgetjük, és szerencsére mindenki alszik ilyenkor, tripla olyan gyorsan megy az idő. Raúl nem fog felébredni, mert lehibernáltam. Sajnos ők nem hibernálva vannak, szóval Hazel jól fel is kelt, de mondhatom neki is hibernálódjon. Viszont az a baj, hogy Tyson is fel fog kelni, aki egyébként szomjas, úgyhogy meg kell néznem, hogy van-e egy kis plazma pack a tarsójában. Nincs, úgyhogy nem Hazeltől fogok elvenni, hanem Raúltól, mert neki sokkal, de sokkal több van. Oké, elvileg kapott kettőt, amit most gyorsan felhajtunk reggeli gyanánt. És remélhetőleg ez valamennyire fixálja a szomját is. Ó, nagyon fixálta a szomját. Ezért király, hogy neki még nincsen olyan negatív tulajdonsága, hogy úgy egyébként ne lakhasson jól. Vlad hívott minket, de lemaradtunk róla. Talán nem is baj. Bár lehet, hogy valami vámpírháború tervezett az emberek ellen, ami tök menő lett volna. De ilyen nincs a Sims 4-ben, szóval... Mindegy. Ez csak az én fantáziám volt. Egyébként meg... Már este van, szóval felkelthetjük mindkettejüket. Azt akartam mondani, hogy én nagyon régóta szeretnék már betörőket a Sims 4-be, és vissza szeretném kapni a... Pillanat csak... Közben vadászok. Szóval vissza szeretném kapni a rendőröket, a tűzoltókat, és minden ilyen NPC-t, aki csak lehet. Viszont azt olvastam, hogy a Sims csapata azt jelentette ki, hogy nem lehetnek betörők a Sims 4-ben, illetve ilyen események. Mert például a behajtókat is vissza szeretném kapni, akik elviszik a cuccainkat, ha adósságunk van. Mert ugye most csak kikapcsolják az áramot, és így nagy kunst. De hogy azért nem lehet, mert gyerekek is játszanak ezzel a játékkal, és hogy ez mekkora lelki trauma lenne, meg mit tudom én, és egyébként ez igaz. Szóval amikor én először játszottam a Sims-el, még a kettővel is jött a betörő, hát én majdnem szívrohamot kaptam, és tök ideges voltam, nagyon-nagyon féltem tőle, hogy szegény szimeimet kirabolja, és most úristen mi lesz, de a Vampires Game Pack-ben, hogyha megvan ez a Game Pack nektek, akkor átjöhet egy vámpír a házatokba, és így álmotokba megcsapol, vagyis hát ki kell az adott szín az egyből, és így lecsapolja, és elájul. Ami azért sokkal ijesztőbb, mint hogy elvisznek egy adott bútort a házadból, szóval egy vámpír félig megöl álmodban, az lehet. Mi? Ti miért verekedtek? Jézusom! Ti normálisak vagytok? Ez most komoly? Most Hazel és Raúl verekszenek. Hát ezt nem igazán tudom elfogadni. Főleg, hogy ennyire lecsökkent a barátságotok. Ez most mi? Kérj bocsánatot, Raúl, rossz vagy. Valamit csináljatok. Mert nekem ez így nem tetszik. Egyébként tök érdekes, hogy maga a romantikus kapcsolatuk az nem ment le, szóval ez tök jó. Még így is szeretik egymást, ez a olyan se veled, se nélküled jellegű kapcsolat lehet. Nagyon romantikus, ahogy itt próbálnak kibékülni, illetve szerelmet kötni egy összeesett áldozat mellett. Na de se baj. Raúl, menj vissza te is, mielőtt felgyulladsz. Ó! Vuhúzhatnak vámpír formában. Mert nem vámpír formában, hanem denevér formában, ami tök menő. Kíváncsi vagyok, hogy ez milyen, szóval ezt most megnézzük. Jaj! Le fogunk maradni róla. Hát, Hazel lelkes, de
Miután összeverekedtem a barátommal, nem biztos, hogy... Illetve férjemmel nem biztos, hogy lenne kedvem ehhez. De egyébként így gyereket is nem szhetnének, vagy hogy mondjam. Mert csak Wuhut láttam. Na. Vidítsuk fel. Egyébként úgy tűnik, hogy Raúl olyan szinten beleig romlott, hogy még a szeretteit is bántja. Dicsérjük meg a kinézetét, mert nagyon-nagyon csinos hézel. Legalább valaki ismerje el a munkámat. És... mit mondjunk még neki? Ismerjük meg egy kicsit, mert úgy érzem, eltávolodtatok, skacok. Ami nem jó. Friendly, és... beszéljék meg az érdeklődéseiket. Egyébként valami nekem most furának tűnik Hazel térde, és nem tudom, hogy miért. Kicsit olyan furák az arányok. Kicsit romantikázhatnak a kanapén, mert az aranyos. Make peace after fight. Ez miért van ilyen opció? Ezt még sose láttam, úgyhogy érdekesnek találom. Nem tudtam, hogy van ilyen funkció a játékban, illetve hogy a játék tudja, hogy egyébként veszekedtek, és közben meg barátok. Na mindegy. Megmasszírozok. Ó, Raúl, hogy próbálkozik helyrehozni a dolgokat. Mennyire cukik. Na. Mondjuk... fejezzük ki csodálatunkat. És egyébként... meggondoltam magam... mi ez? Ó. Meggondoltam magam, legyen még egy gyerekük, és Hazel valószínűleg ki is fogja hordani, mire Raúlt előléptetik, úgyhogy legalább történni fog valami. És... egy páran örülni is fogtok neki, valószínűleg. Egyébként most mondtam nekik, hogy próbálkozzanak, vagy ne. Mert nekem nem úgy tűnik. Ó, csinálhatják vámpírként, tök menő. De mondjuk legyenek inkább a koporsóban, mert úgy láttam, hogy... hogy az ágyban amúgy sem tudnak, mert hát ugye ők nem alhatnak az ágyban, szóval nem használhatják az ágyat. Egyébként itt ez a szellem, akit kinyírtunk, és engem nagyon-nagyon idegesít. Benne ég a tűz. Lángol, hiszen így halt meg, és egyébként ez tök király a Sims-ben, hogy tükrözik a szellemek azt, hogy hogyan haltak meg. Hát Raúl eléggé... összekente magát, úgy nézem, szóval majd feljöhetünk zuhanyozni. Még egyel följebb. És veled mi van? Jézusom, miért vagy ennyire ki? Ó. Ez undi. Szóval úgy pukizott, hogy kellett neki vécére mennie, szóval egy kis, kisebb baleset történt. Ami nem túl jó, de vadászunk neki egy embert, egyrészt azért, hogy fejlődjön a vámpír jártassága, másrészt, hogy a következő napot is kibírjuk ivás nélkül. Ó. Ő egy vámpír néni, szóval ez nem jött be, és úgy emlékszem, hogy ő egy vámpír bácsi, és... hát nem tudom, szerintetek ő egy vámpír? Szerintem... nem egyértelmű, úgyhogy nézzük meg. Csak vicceltem. De miért nincsenek itt rendes színek? Értem én, hogy hajnali 1:45 van a játék szerint, és a színek ilyenkor alszanak, de azért mindig szokott lenni egy-egy szín az aktív telken, vagy hát annak a közelében. Mondjuk most van sok aktív, csak mindegyik vámpír, ami nem nekünk kedvez, na de se baj. Hazel el egyébként Mizu lesz, miután befejezték a kis légyottyukat. Semmi extra, úgyhogy azt mondom neki, hogy készítsen egy terhességi tesztet, mert úgy gondolom, hogy az hasznos lehet. Egyébként talán Raúl mellett is elintézhet, és szeretném, hogyha a saját fürdőszobájukat használnák.
Egyébként lehet, hogy ez most egy nagyon hosszú rész lesz, mert úgy érzem, hogy már tart egy ideje, csak nem tudom mióta, mert elfelejtettem megnézni az időt. Tök jó, hogy gonoszkodik a szellemmel, hagyjuk neki, hadd csináljon, amit akar. És... helyszáll terhes! Szupi! Lehet, hogy ezt nem most kéne, de egyébként lehetne neki ikreket csinálni, mondjuk úgy, hogy megvesztük ezt. És természetesen nem feltétlenül lesznek ikrei, de ez egy tök király trade, és valószínűleg azelőtt kellett volna megvenni, mielőtt csináltak, és mielőtt kitaláltam volna, hogy legyen még egy gyerek, mégiscsak. De most már mindegy, remélhetőleg így is hatni fog. Egyébként nem szeretném módosítani a gyerek nemét, szóval nem fogok epre tenni, meg nem tudom, mi volt a másik, amit kell csinálni ahhoz, hogy fiú, illetve hogy lány legyen, vagy fordítva, mert legyen meglepetés, legyen véletlenszerű. De legalább ők most tök örülnek egymásnak, nagyon flirty a hangulatok. És nézzétek, a házi rabszolgánk még a halála után is a rabszolgánk maradt. Ez milyen király már? Na, így kell ezt csinálni. Ő egy rendes ember. Ó, megölelgették egymást, és nem is lett feszült tőle. Mi ez a mérges? De nem szereti a családot, szóval mégiscsak feszült lett. Nézzük ki, ez itt az egy vámpír, meg se próbálom. Áldozatok, hol vagytok? Gyertek elő, te néni. Te nem vagy vámpír, ugye? Mondd, hogy nem vagy vámpír. Nem az, szóval meg is esszük a kis vérét. Ti mit csináltok? Ne beszélgess most az apáddal, amúgy is utáljátok egymást. Egyébként Raúl tök jól van, de szintén szeretném tartani a szomjúságát egy kis ivással. Te miért vagy mérges? Még mindig azért? Jól van. Akkor nem történt semmi, míg nem figyeltem. Egyébként úgy gondolom, hogy Hazel most már azért azt a cumis üveget kidobhatja. Ne! Ugye azért megittad? Nem. Ez szomorú, mert most elment az a néni, akiből inni akartunk. Nem! Itt vagy! Tyson, ha elszalasztod. Amúgy így úgy néz ki, mintha ilyen béna kis bajsza lenne, közben nincs is. És az a szájának az árnyéka, de mindegy, látjátok, nincs bajsza. Nem szúrtam ki vele. Nem éreztem úgy, hogy ezt nyugodt szívvel megtehetem. Ó, ez itt Hazel régi kis házikója, tök aranyos. Beköltözött azóta valaki? Nem. Egyébként beköltöztethetnénk ide egy családot, akit rendszerint megcsapolhatnánk. De most mi történt? Nem sikerült? Megint oda nénit? Most mérges vagyok. Teljesen szedd össze magad. Vagy véletlen azt mondtam neki, hogy kicsit igyon belőle. Ez nem jó. Oké, valószínűleg én bénáztam el, és azt mondtam, hogy csak egy kicsit igyon. Ami nem túl jó, de úgy gondolom, hogy most itt befejezem ezt a részt, és majd legközelebb találkozunk, mert úgy tűnik, úgy alakult, hogy Raúlt nem léptették elő. Szóval találkozunk a következő részben, de addig is legyetek jók. Sziasztok!